Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, jön egy újabb Warframe karakter, ezúttal Frostra esik a szor. Egy nagyon jó karakter, nagyon kellemesen csalódtam benne, nagyon látványos képességekkel, és azt kell mondjam, nagyon hasznos képességekkel, mint szóló küldetéseken és mint csapat küldetéseken is. <sínt> nagyon jól ki tud húzni a bajdó, ki tudja húzni a csapatásokat a bajból, úgyhogy egy, azt kell mondjam, egy nagyon praktikus, ez egyik legpraktikusabb karakter. Viszont a problémája, hát én, én, igazából nem tudnám ezt problémának mondani, mivel hogy egy tank karakter ezért nem túl gyors, és, és gyakorlatilag a gyorsaságát kompenzálja az, hogy van neki páncélzata, amire rá tudsz erősíteni egy jó kis uh, redirectionnel, ugye, ami a shieldet adja, és ezért egy nagyon jó kis tank karaktert lehet belőle csinálni, és ezért is talán a modulás tekintetőbe bele lehet, bele lehet lőni ilyen három típusra a frostot. Uh, lehet csinálni belőle egy masszív tank karaktert, ahol csak az életerejére uh, funkcionálsz, és akkor nagyon jól fogja bírni uh, a lövéseket, és lehet belőle csinálni egy, egy nagyon offenzív karaktert, ahol az, a, a képességeit erősített föl, és hogy minél erősebbek legyenek, és uh, lehet belőle csinálni egy ilyen kettős útvonalat, ahol, ahol mondjuk inkább rágyúrsz a shieldre, rágyúrsz egy kicsit a, az életre, és a képességét erősített fel, és ezáltal egy nagyon jó offenzív és defenzív közötti karakter lesz hogy ha arra kerül, hogy szólóban mész például, akkor a, 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 a támadó képességei erősek megmaradjanak, de a defenzív képességei is ki tudjanak húzni a bajból, akkor, amikor már mondjuk a páncélzat csődöt mond ahhoz. Az, azért attól függetlenül még jól fogja bírni az ütéseket. Úgyhogy jöjjenek, jöjjenek a képességei, tulajdonképpen az első képessége a, a freeze Uh, tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy ilyen jég valamit kilő a kezéből, ami 350-et sebez tulajdonképpen, de minden szinten lefagyasztja az ellenfelet egy, uh, egy pillanatra. Szóval legalább 12 másodpercre maxon, max uh, uh, szinten ez az energia, lefagyaszt minden ellenfelet alacsonyabb szinteket és 350-es sebet, Ez azt jelenti, hogy alacsonyabb szinteken, középszinteken ez öl helyből, nem nemhogy csak egyet, de két-három uh, karaktert is le tud teríteni. A második képessége, ez a jéghullám nagyon jól lesz, ki, és nagyon látványos vajatok be, őszintén nagyon komoly, viszont 700-at tud sebezni, és max rangen 20 méteren, ha még erre bejön egy stretch, akkor hihetetlen hosszú évben tud sebezni. Nagyon jól jön például ilyen uh, Survivor mission hogy így, így felsorakoznak gyakorlatilag az ellenfelek egy sorba, egy és gyakorlatilag. Meghal mindenki, és ezeket a képességeket még felerősítve, gyakorlatilag modokkal, elég megállíthatatlan lesz, és még ott tartok, hogy ez nem is az ultimate képessége volt, de már ez is hihetetlen szinten ki tud uh, húzni a bajból. Ráadásul minden szinten megfagyasztja az ellenfelet egy pillanatra, hogyha nem is öli meg, szóval már az első és második képességével is képesek vagyunk szorult helyzetből elmenekülni és magas sebzést. Ö, okozni. A harmadik képessége, a, azt kell, hogy mondjam, hogy a Rhino-nak a, a gyémád páncélja mellett talán ez az egyik leghasznosabb, amit egy karakter fel tud mutatni, és ez a, ez a hógömb, Snowglobe, ami, ami gyakorlatilag 3500 alapélettel rendelkezik a legmagasabb szint, szinten, ráadásul felelősíti ötszörösen a, az armort, és, és belasítja az ellenfelek, ellenfeleket 67 kal szóval bármilyen ellenfél belekerül a, gömbbe, annyira lelassul, hogy bőven lesz időt körbe menni a gömbnek a szélén, és kiirtani mindenkit, vagy éppen ellőni az ultitat, és kiirtani mindenkit, és szépen összeszedegetni az utánok lévő dolgokat. Gyakorlatilag, hát hát, ilyen álló, nem lehet rajta átlőni egy bizonyos ideig, Uh, és hogyha ezt még modokkal növeled, akkor nagyon hosszú ideig uh, nem lehet uh, átlőni. Az ultimate képessége az 1500-at uh, sebez max uh, szinten, max szinten 15 méteren, de ez stretch, uh, az tulajdonképpen mindent megold uh, helyetted, és azt kell mondjam, hogy ez az 1500-os sebzés nagyon magas, na, nagyon magas szinteken is uh, hatalmas előny tud jelenteni, mert nagyon kevés karakternek a képessége sebez ekkorát a legmagasabb szinten, és ez az a karakter, amit el lehet vinni high-end uh, küldetésekre is, ahol, ahol igazán szükség van egy magas sebzés karaktere, karakterre, ahol szükség van egy tank karakterre. Tegyük fel például egy magas uh, küldetésen vagytok, ahol erősek az ellenfelek, fölveszed a hogan ha van melletted egy Trinity, aki folyamatosan tudja biztosítani az energiát, akkor ultra ultira mész, és nagyon-nagyon effektíven lehet védekezni vele. Szóval nagyon magas viszonyokon, nagyon jó védelmet tud adni, alacsonyottól középszintig, és a magasnak az elejéig nagyon jó támadó karakter is. Tud lenni. Tulajdonképpen a Spy önököt leszállítva minden mindenhova el lehet vinni, és, és nagyon hasznos karakter tud lenni. Elérni frostot tulajdonképpen a szeresen lehet, az extra nevű küldetésre, Lieutenant Laykrill-t kell legyőzni, érte? Egy trükkös karakterek is, türelem kell hozzá és játék, ugyanis van neki a féle a nyakán ilyen három cső féleség, na most azt a három csőt kell hátulról lelőni és kivárni türelmesen, amíg egyszer a földbe csap és és lefagy, és akkor lehet sebezni és ezt egy párszor azért el kell vele játszani amíg, amíg Gyakorlatilag meg nem hal, vagy végig nem megy rajta az összes sebzés. Amiután lemennek neki a páncélzata, akkor, akkor nagyon könnyű megölni, de addig egy ilyen kis türelemjáték és trükközgetés tulajdonképpen. Ami, akivel érdemes menni uh, erre, a, erre a küldetésre, mindenképp ajánlott is egy Rino, egy nova. Uh, egy Loki, hogyha van, mert Loki ugye láthatatlan elterülés biztosít, a Nova le tudja lassítani, amint a földbe csap és lefagy, hogy lassabban kelljen fel, több sebzés lehessen neki okozni. És, és a rino pedig tud lenni az, aki eltereli a figyelmét és nyeli a sebzést. Szóval meg lehet akár egyedül is csinálni a küldetést, nagyon macera, de meg lehet csinálni egyedül is. Megéri egy olyan karakter, amit érdemes kifarmolni, csak vigyázat az úton a küldetésen, gyakorlatilag könnyebben meghalhatsz, míg odaérsz hozzá, mint hogy őt legyőzd. Úgyhogy mert magas szintek az ellenfelek, és azért óvatosnak kell lenni. Kevés energiával indulsz neki a küldetésnek, érdemes úton összeszedni annyi energiát, amivel el lehet bánni ezzel a bosszal. Kinézetre rátérve nagyon jó kis isakjai vannak, én a ventilátorosat preferálom, ami ott van a fején. Modolás tekintetve, amint láthatjátok, azért én beraktam azokat a bizonyos erő-erősítő modokat, mint Continuity, Intensify, a Flow, hogy több energiát tudjak felhasználni, és, és ráraktam ugye a Redirection-t, hogy a Shield-re az eleve amúgy is magas armor -je van, és viszonylag magas élete, de azért ugye bent van az a bizonyos kis életerősítő modok, mint a Vigor, hogy, hogy azért rágyúrjunk egy kicsit az életre is. Na, így, így aztán lett neki 1200 silgye, 400 akárhány ugye élete, és, és nagyon jól bírja a lövéseket, mint, mint, mint ahogy kellene is bírnia tulajdonképpen. Nos, ennyi lett volna, nem, nem tetszett ez a karakter, de nagyon hasznos karakter, azt mondom, hogy az egyik kötelező, mint szólóban, mint egyénileg, és, és hát hajrá, szerezitek meg, mert tényleg jó karakter, következő videóig, sziasztok!